A rövid pihenő után a 80 kilométeres szakasszal folytatódott a versenynap. A délelőtti távot megnyerő Orlando Terranovának tovább folytatódtak a méterszámlálójával a gondok, így csak a harmadik helyen végzett. Sem ő, sem pedig Vlagyimir Vasiljev nem volt boldog az eredményével. Az orosz második lett, a rövidebb szakaszt pedig a lengyel Minis nyerte meg, aki 53 perc és 21 másodperc alatt teljesítette a távot. Szalai Balázsék az Opel Grandland X versenyautóval 64,5 perc alatt értek célba a délutáni távon, ez pedig a hatodik helyre volt elég. Hát itt a másodikon nem volt igazi problémánk, egy komolyabb eltévedésünk volt, de azt láttam, hogy több mini is egyébként eltévedt, úgyhogy nem voltunk egyedül. Bementünk egy zsákutcába egy nagy két szikla között, ahol nem volt egyetlen kiárat, vissza kellett fordulni. Sok nyom volt, úgyhogy sokan próbálkoztak arra. Hát így sikerült a mai nap, de egyébként alapjában a második szakaszsal elégedett vagyok. Ahogy néztük, mindenki kovágott mindenfelé. Az egy gyári mini a rajt után 20 perccel ért minket utol, vagy 20 km ért minket úgy utol, hogy kb. 20 perc előttünk rajtolt, úgy elkavart. Nekünk is volt egy darab tévedésünk, egy talán 2 percbe telt, egy méterre pontosan jövő hegyhez kellett befordulni, de volt még mögötte kb. 80 méter egy másik kiszögelésre be kellett volna, de megtaláltuk hamar, tehát igazándiból nem vesztettünk sok időt, de borzasztóan elfáradtam én legalábbis, tehát nagyon vártam, hogy vége legyen. A Sprinter-ep rally világkupa futamokon szigorú szabályok vannak, hogy hogyan lehet szerelni a versenyautókat. Egyszerre csak 3 szerelő dolgozhat a járművön. Ráadásul a nap végén mindössze 1 óra állt rendelkezésükre, hogy átnézzék az autókat és kicseréljék az alkatrészeket. Az Opel Dakar Team szerelőire megfeszített munka várt, miután az ellenőrzés, a takarítás és a tisztítás mellett az Opel Grandland X egyik féltengelyét és egy gömbfejet is ki kellett cserélniük. Ez normál esetben több mint 1 órát venne igénybe, így a pilóta és a navigátora is beállt segíteni nekik. Ezt ugyanis engedélyezi a nemzetközi szabályzat. A verseny második napjának végén, tehát a lengyel minis, Jakub Przygonski állt az érre. Őt követte Vlagyimir Vasiljev 2 perc 14 másodperccel, a harmadik helyen pedig az argentin Orlando Terranova állt 3,5 perc hátránnyal.